Hello! Üdvözlöm mindenkit legújabb adásával, az Anime & Japan Critics. Majd adásomban ismételt egy eléggé érdekes, illetve sporttémájú történettel szeretnék foglalkozni, ami nem más lenne, mint az Ahiru no Sora. Az Ahiru no Sora mifeltekintve a sport, illetve a dráma kategóriájához tartozik. Maga a történetünk legelőször Takeshi Hinata tollából jelent meg, aki 2003 óta immáron 51 kötetnyi mangát publikált. Ezt követően természetesen megjelent maga az anime is, amely 2019 és 2020 között összesen 50 rész formájában jelent meg Go Zappa forgatókönyvíró, illetve Keizo Kusakawa és Shingo Tamaki rendezők jóvoltából. Történetünk egy első éves középiskolás fiúval, Kurumatani Sorával veszi kezdetét, aki élhal a kosárlabdáért. Kiskorától kezdve a korábbi japán válatott kosárlabdázó édesanyja félbeőrzött technikái és a játék szeretete lendítette előre egy olyan sportban, ahol a hozzá hasonló alacsony játékosoknak nem sok babért terem. Sora ennek ellenére a rossz hírű Kuzuriyo középiskolában belefog álma megvalósításába, avagy az országos kupára való kvalifikációba, melyhez leginkább egy csapat huligán segítségét kell kérnie, mindeközben nem csak azok ellenállásával, de saját családi tragédiájával is szembe kell néznie, hogy egy napon bizonyítson a világ számára, miszerint, hogy egy alacsony játékos is elérhet egészen az ország csúcsára. Összességében nekem vegyesnek hatott ez a történet, mely jó képi és hangvilága mellett remek karakterekkel is rendelkezett. Tetszettek a különféle meccsenetek és fordulatok is, avagy természetesen a drámai hatások is. Egyetlen hibaként a történet lezáratlanságát kellene elsősorban kiemelnem, így ha ezek alapján kéne értékelnem, akkor az Ahiru no Sora egy 10/6-os alkotás lenne az én megítélésem szerint. Amíg viszont belekezdtek, előre is jó szórakozást kívánok, és természetesen kövessetek engem a továbbiakban is. Sziasztok!